Uniós részfinanszírozással közel 50 millió lejből építik át a csíkszeredaiak által hídként emlegetett felüljárót. Ennek lebontására a kezdési parancsot március végén adta ki az önkormányzat. A kivitelezőnek még be kell szerezni a közúti rendőrség jóváhagyását is. Hamarosan lezárják ezt a vasúti felüljárót Csíkszeredában a felújítási munkálatok miatt. Az itt áthaladó forgalmat elterelik. Április végétől várhatóan a forgalom leáll a vasúti felüljáróhídon, és így akkor a forgalomnak a 90%-a át fog terelődni Taproca irányába a vasúti átjárón, a mostani észak-déli nyugati zónán átmenő belső terelőútunkra, és a gyárnegyednek egy kisebb része pedig, a nyugati gyárnegyed egy kisebb része pedig a Brassi útra tud becsatlakozni egy vasúti aluljáró ponton. A híd közel 200 méter hosszú lesz, szélessége pedig mindkét oldalon bővülni fog másfél méteres, gyalogos, illetve egy méteres kerékpársávval. Hát már rég idején, mint... Jó lesz? Jó lesz, persze. És az, hogy elterelik a forgalmat, az nem fogja zavarni, tehát most, amíg dolgoznak? Mit mondjak, probléma az mindig adódik minden munka alattnál, úgyhogy el kell fogadjuk. Belékel, törődjünk, nincs amit csinálni, ábban. Nagyon jól csinálja, ott van ideje, hogy. Ma ideje? Szerintem. A tervek szerint 2023 végéig el fognak készülni a munkálatokkal. A csíkszeredai mobilitási terv részét képező projekt becsült összértéke 48 millió 700 ezer lejre emelkedett, miután az építőanyagok megdrágultak. Az Európai Unió részfinanszírozása ebből mintegy 17 millió lej.